Jubilált az alsósági tavaszi napok rendezvénysorozata. Ezüstérmes lett MB2-es női kézilabda csapatunk. Ünnepélyesen átadták az új tanműhelyt. Látványos maket kiállítás harmadszor Celdömölkön. C-kategóriás fogadhajtó bajnokság alsóságon. A tervek szerint zajlanak a munkálatok a vulkánparkban. A sportírekben női kézilabdáról, labdarúgásról és diák labdáról tudósítunk. Jó napot kívánok! Csütörtökön ünnepélyes keretek között átadták a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola új tanműhelyét. Az épület szárny korszerű eszközparkkal is bővült, melynek köszönhetően a mai kor követelményeinek megfelelő, magas színvonalú szakképzés folytatódhat az intézményben. A Vasi Tisztik sikeres pályázatának köszönhetően a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola mintegy 340 millió forint értékű tanműhely építésére és eszközbeszerzésre nyert pályázatot a projekt eredményeként egy 1200 négyzetméteres, kétszintes, teljesen akadálymentesített épületrész valósult meg. A Vasmegyei Szakképző Szervezési Társulás 2010. május 1-én azt a két éves projektjét, amely egy nagy infrastruktúrális fejlesztést valósít meg a vasi számára. Ebből kiemelkedő fontossága a celdömöki beruházás, hiszen a Két építési beruházás közül a nagyobbik, a 200 millió forintos értéke az itt valósul meg, a Celdömöki Műszaki Szakkezőiskolának a tanműhely építésével kapcsolatban. 2010-ben, amikor elkezdtük ezt az egész építkezést, azt a célt tűztük ki magunknak, hogy az új tanműhely létrehozásával egy korszerű feltételrendszer teremtsünk meg a diákok számára, amely biztosítja a számukra azt, hogy a kortechnikai követelmények megfelelő magas szintű szaktudásra tudjanak szerteni. A műszaki átadást követően az épület földszintjén helyt kapott egy faipari, egy lakatostan műhely, illetve egy 36 fő befogadó képességgel bíró, pékcukrát gyakorló tankonyha. Az emeleten ügyviteli taniroda, informatikai szaktanterem és minden olyan szociális helyiség is kialakításra került, amely biztosítja a tanulók komfortos közérzetét. Az iskola kapacitása ezzel közel 140 férő helyel bővült, az épületbővítés mellett az eszközök beszerzése is megtörtént. A projekt keretében két ütemben történt az eszközök beszerzése a Berzsenyi Dániel Gimnázium és Szakképzőiskolában. 2010-ben informatikai eszközöket szállítottak közel 5 millió forint értékben, 2012-ben pedig egy európai nős közbeszerzést követően informatikai, gépészeti, faipari eszközöket, bútorokat, konyhatechnológiai gépeket hoztak összesen 95 millió forint értékben. Ezek kisebb része a meglévő épületbe került, nagyobb része pedig az új építésű tanműhelyekben került elhelyezésre. A tanműhely ünnepélyes átadása napján az épület előtt megjelent vendégeket Vajda Alexandra egy verssel köszöntötte. Ezután Fehér László polgármester vette át a szót, aki avató beszédében fordulópontként említette az eseményt, mely nem csak az iskola, hanem a város életében is mérföldkőnek tekinthető. A Celdömök Város Önkormányzata nagyon örül ennek, hogy a szakképzés területén egy új tanműhely alakult ki, építettük meg, hiszen ez nagyon sok munkát fogadni adni pedagógusoknak is, illetve diákoknak lehetőséget képzésben, nem csak Celdömölkön, nem csak a celdömöki járásba, kistérségbe, hanem még messzebb területről is. Egy kicsit visszamennék az időbe, amikor ezt a pályázatot elkezdtük beadni a Vasmegyei Közgyűlés szervezésébe, ehhez partnerként a Vasitizbe csatlakozott Sárvár, Celdömök, Bükk, illetve Szentgotthárd és hát világos, hogy mindegyik város azt szerette volna, hogy ő náluk legyen egy nagyobb pályázati rész. Nagyon örül ennek a városvezetés, hogy a többi város is így elfogadta, hogy a, pályázati beruházásnak egy nagyon nagy hányadét lett Az új épületrész hivatalos átadását a szalagátvágás ünnepélyes pillanata pecsételte meg. Az iskola százszor szép együttesének népdalcsokra után a meghívott vendégek körbejárhatták a tanműhely egyes szegleteit. Az új tanműhely építése az egy mérföldkő az iskola életébe, ez biztos. Ö, megnéztem az interneten, hogy ezen a napon mik történtek a nagyvilágban, sok minden nem történt. Ha az iskola történetet nézzük, akkor ez a pont, ez a mai nap, ez az átadó ünnepség, ez egy, ez egy komoly. Ö, Történeti pont az iskola történetben, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen említésre méltó lesz. Remélem, hogy minél többen fogják megismerni, minél több gyerek fogja megismerni ennek a tanműhelynek az előnyeit, és ha minél többen megismerik, minél többen viszik szerte úgymond a nagyvilágba, vagy csak itt a kis térségbe a hírét az iskolának. És hát ezek a pozitívumok lehetnek azok, amelyek a későbbiek során esetleg az iskolát továbbra is életben tartják, hiszen nagyon fontos az, hogy a tanuló létszám megfelelő mértékű legyen. Bár napjainkban a szakképzés szervezése átalakulóban van, de az új tanműhely lehetőséget ad arra, hogy a gyakorlati képzések a munkaerőpiac kihívásainak megfeleljenek. A diákok számára motiváló lehet, hogy megújult, modern környezetben tudják a választott szakmát elsajátítani. Jó ütemben folynak a Kemenes Vulkánpark látogató központjának belső építési munkálatai. Utána jártunk, mit érdemes tudni az új turisztikai látványosságról. Eddig csak látványterveken keresztül képzelhettük el a Kemenes Vulkánpark központi épületének szerkezetét, mely első látásra egy betonba zárt világnak tűnik. Stábunk a vulkánház területén járt, szemtanúi lehetünk annak, hogy miért is nevezik az épületet egyedülállónak az országban. A toronyszerű létesítményben a nyers felületek, illetve a rozsdás lemezburkolatok váltakoznak, az akadálymentes épület szerkezet 95%-ban már elkészült. Két számú fut jelenleg a, a vulkánpark története, az egyik a épületnek a kivitelezése, ez gyakorlatilag elkészült, a végleges közműveknek a rákötése van folyamatban, ezek után tudja a kivitelező a végső szerelvényezést, illetve a végső mérési eredményeket, lifteket, eszközöket, elektromos eszközöket beüzemelni. Ez a jövő héten elindul, és egy egy hónap múlva lezáródik, és akkor átkerül az önkormányzathoz az épület. A másik szám a magának a kiállításnak a készítése. Ennek elkészültek az installációs tervei. Ennek most elindult a felülvizsgálati folyamata, illetve remélhetőleg egy hónap, másfél hónap múlva ki tudjuk írni rá a közbeszerzési eljárást, és annak a nyertese fogja majd a kivitelezést elkészíteni. A legoptimálisabb esetben egy augusztus végén tudunk szerződést kötni a leendő kiállítás készítővel. Neki 3-4 hónap időt fogunk adni a kivitelezésre, tehát a január végén, februárban fog elkészülni az épületben maga a kiállítás. Így a jelenlegi elképzeléseink szerint jövő áprilisban nyitna a létesítmény. Az ablak nélküli, közel ezer négyzetméteres épületben a vulkanikus tevékenységeknek lehetünk tanúi, az elképzelések szerint ezeket interaktív kiállító terek fogják modellálni. Helyet kap egy felfedező terem, egy tűzhányó terem, ahol különböző vulkáni kitöréseket generál egy szimulációs szoftver. A Werner Kabin misztikus élményt ígér, a vulkán szimulációs teremben pedig érzékelhető lesz a tűzhányok működése. A lépcsőházban feljebb haladva a vulkánok horrorisztikus oldalát is megismerhetik a látogatók, de építőmunkájuk eredményét is láthatják. Az épület legfelső szintjén található kilátó a sághegyre nyíló panorámát tárja a turisták elé. A kiállítási anyagok kiviteleztetése még várat magára, egy biztos, a speciális effektek és a háromdimenziós attrakciók a vulkáni működés sokszínűségét megfoghatóan fogják átadni. Vasmegye önkormányzata szolgálatáért közbiztonsági tagozata elismerésben részesült erős elemé rendőralezredes. A kitüntetés átadására május 3-án a Vasmegyei rendőrfőkapitányság ünnepi állománygyűlésén került sor. Minden évben Szent György napjához kapcsolódóan kerül megrendezésre a rendőrség napja. Ez alkalomból tartotta a Vas megyei rendőrfőkapitányság ünnepi állománygyűlését, ahol elismeréseket vehettek át a vasi rendőrök. Az eseményen a Celdömölki rendőrkapitányság közrendvédelmi és közlekedésrendészeti osztály-osztályvezetője erős elemér is kitüntetésben részesült. A rendőr a lezredest hivatása a kezdetektől a Celdömöki rendőrkapitánysághoz köti, mely mindvégig számos sikerélménnyel gazdagította. A rendőrségen, ami sikerélményért, és itt a kis sikerekre is gondolni kell, nem csak a nagyokra, ezekre minden szívesen emlékszem. Arra, az, arra emlékszem legszívesebben az elmúlt a 25 évben, hogy sikerült a munkatársaimmal, úgy mint, mint beosztott rendőr is, meg parancsnokként is megtalálni azt a közös hangot, hogy a Szárdőmérke rendőrkapitányság általán velerett osztálya minél eredményesebben tudjon dolgozni, és ehhez úgy gondolom, hogy a, a beosztottaimtól is a, a segítséget megkapom, és így így jutottunk el oda, hogy a, a Szárdőmérke rendőrkapitányság maga is, illetve azon belül talán az osztályom is eredményesen tud dolgozni. Kezdő rendőrként a Celdömöki Rendőrkapitányság közrendvédelmi és közlekedési csoportjánál helyezkedett el, próbaidős járőr örmesterként, majd a szakmai ranglétrát végigjárva jutott el az osztályvezető pozícióba. Szakmai hitvallása iránymutató lehet a pályája előtt álló fiatalok számára is. A rendőrnek csak az jöjjön, akit nem az anyagi érdekek vezérelnek, aki segíteni akar, az embereken, mert akkor is, amikor az úton közlekedés ellenőrzést végzünk, vagy bűncselekmény elkövetését üldözünk, vagy a hozzánk fordulóknak tájékoztatás, segítséget nyújtunk, tulajdonképpen erről van szó folyamatos segítés, még akkor is, hogyha esetlegesen szabálysértés elkövetése miatt valakit egy rendőr megbüntet, az mindannak érdekében van, hogy a szabálykövetőket segítse, illetve közlekedésbiztonsági megelőzésbe eredményeket érjünk el. A kitartó és eredményes munkát a Vasmegyei Közgyűlés elismeréssel jutalmazta. Erős elemér osztályvezető az ünnepi állománygyűlésen a Vasmegye Önkormányzata Szolgálatáért közbiztonsági tagozata díjat vehette át. A kitüntetés nem csak egy díj, hanem köszönet is azért a munkáért, amit eddigi pályafutása során a város és a megye közbiztonságáért tett. Harmadik alkalommal rendezett versennyel egybekötött kiállítást a Celdömölki Maket Klub. A május 18 -a és 20-a között zajlott háromnapos rendezvényt élénk érdeklődés kísérte, a nevezések és a látogatók számát tekintve egyaránt a Celdömölki Maket Klub 2008-ban rendezett első alkalommal kiállítást, amikor még nem volt intézményesítve az Egyesület. Aztán működésükkel 2009-ben bekerülve a Művelődési Központ égisze alá újabb kiállítás következett. Az ezt követő két évben már versennyel egybekötött kiállítással örvendeztették meg a makettek iránt érdeklődőket, ami idén sem volt másként. Idén először indítottunk profi kategóriát, amiben értékes díjakat ö, osztottunk ki. Dunántúl minden részéről volt versenyző szakkörök, akik látványmaketezéssel színesítették a programunkat. Kis különböző rendezvény került lebonyolításra, hetes idénes nyugalmazott mozdonvezető vasútmodell kiállítását lehetett megtekinteni, illetve egy második világháború is a volt. A többi kis teremben viszont makettbőrze volt, ahol a makettezés mindenféle kellékét meg lehetett vásárolni. A versenyre benevezők ismét több kategóriában indulhattak remek műveikkel. A gyermekeken kívül az ifjúságiak repülő, harcjármű és polgári jármű összevont, repülő és harcjármű dioráma kategóriában versenyeztethették alkotásaikat, míg a felnőttek hajó, helikopter, figura összevont, repülő, harcjármű, valamint figura, repülő és harcjármű diorámával nevezhettek a megmérettetésre. A mester kategóriában repülővel és harcjárművel indulhattak a jelentkezők. A versenyre és kiállításra érkezett klubok tagjai az előző évek népes felhozatalát is meghaladva, mint egy 300 makettet tettek közszemlére, a 62 induló pedig összesen 178 munkadarabbal szállt ringbe a helyezésekért. A Celdömölki Maket Klub tagjai is eljárnak különféle versenyekre, de hazai terepen is megmutatták tehetségüket. A szakkör sikeresen zárta a 2011-es évet, több nemzetközi versenyről díjat sikerült elhoznunk, illetve idén is már túl vagyunk az első magyarországi nemzetközi versenyen, Mosó-Magyaróvári versenyen, ahol ismételten két díjat sikerült elhoznunk, és készülünk most már a következő pápai verseny, illetve az alagerszegi versenyre. Szakkörünk folyamatosan bőbő -bő fiatal tagokkal, akikkel próbáljuk megszerettetni ezt a hobbit, illetve ennek a háttéranyagát, történelmi tudást, és hát a kézügyesség, meg hát a kreativitás, ezt szeretnénk átadni. A háromnapos versennyel egybekötött kiállítás vasárnap délután eredményhirdetéssel zárult. A helyezettek Fehér László polgármestertől és Pálné Horváth Márjától, a Művelődési Központ igazgatójától vehették át díjaikat. A helyi eredményeket kiemelve meg kell említeni az ifjúsági és a felnőtt kategória celdömölki helyezetjeit. Előbbiben repülő összevontban Balog Albert, repülő diorámában pedig Molnár Osrolya ért el első helyezést, Marton Bendegúz második lett. A felnőttek között hajó összevontban Szabó László a harmadik, harcjármű diorámában pedig Dávid Zsolt a második helyet vívta ki magának. Az elmúlt hétvégén, tavaszi napoktól Pesget az Alsósági Városrész. A programokban bővelkedő rendezvénysorozat 20. alkalommal várta a kikapcsolódásra vágyó helyieket. Az Alsósági Tavaszi Napok háromnapos rendezvénysorozata a tavaszt üdvözlő egyik fő kulturális eseménye városunknak. Az Alsósági Városrész kiemelkedő műsora évről évre megrendezésre kerül. A 20 éves múltra visszatekintő hagyomány már a rangos eseményén nőtte ki magát. A jubileumi rendezvény ünnepélyes megnyitójára pénteken került sor, az Alsósági Tagiskola udvarán megjelenteket elsőként Fehér László polgármester köszöntötte. 20 évvel ezelőtt az akkori részünkormányzat az erdélyi úr, a Varga Csabával, aki akkor alpolgármester volt, eldöntötték, hogy alsósági tavaszi napok rendezvényeket fognak szervezni. És most már elmondhatom, hogy azóta három részünk kormányzat működött ebbe a több ciklusban, de mindegyik az ászlajárat tűzte, hogy itt tavasszal több napon keresztül alsóságiakat szórakoztatják. Voltak itt ö, hozzákapcsolódó versenyek, játékok, gyerekeknek, ö, és hát ehhez újraindították a Kráterhang versenyt. Ugye most ebbe a programba nem tettük be, de viszont megjelentek a lovas napok a lovas versenyek. A megnyitó estején Erdélyi Antal részönkormányzat vezető is tiszteletét fejezte ki a résztvevők előtt. Köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy az elmúlt két évtizedben mindig arra törekedtek, hogy az alsósági tavaszi napok ideje alatt a városrész lakói jól érezzék magukat, és kikerüljenek a hétköznapok mókus kerekéből. A 20. alsósági tavaszi napok rendezvény vagyunk jelenleg. Hát az alkohol képest, ahogy elkezdtük, hát mondjuk más világ volt. Akkor az első alkalommal ökröcsütöttünk, és abban a lakónak, aki ott lakott, annak a redőnyét elégettük. Az egy ilyen mozgalmas és emlékezetes alsósági tavaszi napok voltak. Ugye az a hogy mindig próbáltunk mind a három napból, vagy a háromnapos rendezvény valamit változtatni. A szülői munkagözösségtől elkezdve az intézmények, a szülők, mindenki bekapcsolódik. A diákokat is megpróbáljuk bevonni mindenbe. Természetesen arra, hogyha mi ezt már nem tudjuk csinálnunk a következő nemzedék, akkor ne felejts el, és reméljük, hogy a 40-50 éves alsósági tavaszi rendezvénye is meg lesz a jövőben is, és megérik a fiatalok. A hagyományokat most is megőrizte a rendezvény, az elmúlt évekhez hasonlóan a nyitó rendezvényen az alsósági óvodások, valamint az alsósági tagiskola diákjai is közreműködtek. Zenés táncos műsor jó hangulatot teremtettek a közönség körében, melyet az esti órákban a Varnyukántri zenekar fokozott. Az együttes nem csak a gyerekek figyelmét kötötte le, hiszen a country zene a felnőtteket is megmozgatta. Rengeteg impulzus éri most zeneileg az embereket, ami természetesen, eh, ahogy mondani szoktuk, így van jól. Eh, mondjuk mi azért egy, egyfajta missziót képviselünk ezzel, hiszen most már közel 20 éve eh, játszunk így a zenekarral, ezzel a formációval több mint 10 éve, és eh, eh, annak ellenére nyilván, hogy mondjuk a, a boltokban nem ezt veszik leg, nem az ilyen lemezeket veszik leginkább, meg a tévébe ez se szól, azért én egyébként úgy gondolom, hogy új, úgy érezzük, hogy a, a közönség eh, szereti, és élvező a műfajt, és a koncertek el mindig az le, hogy azért ez egy jó buli. A célcsoport egyébként nullától száz évig, tehát mi gyakorlatilag azt mondom, hogy bárkinek játszunk, és egyébként ez egy kortalan zene. A szombati nap is változatos programokat ígért, a kora reggeli órákban zenés ébresztő keltette a helyi lakosokat. A délutáni kavalkádban minden korosztály található kedvére valót, szórakoztató és kulturális műsorokból is csemegészhettek az érdeklődők. Az alsósági tavaszi napok második napján sportesemény is várta a helyszínre érkezőket, a sportpályát a C-kategóriás fogadhajtó bajnokság versenyzői foglalták el. A legkisebbeket a tavaszi játszóház kézműves foglalkozásai kötötték le, de a Soltis Lajos Színház mesejátékát is élvezhették a jelenlévők. Természetesen a felnőtt korosztály képviselői sem maradtak kínálat nélkül ezen a napon, a szervezők az idei évben is széles skálán helyezték el a műsor A kezdetektől fogva, vagy társszervezőként, vagy támogatóként, vagy pedig felelős szervezőként veszünk, vettünk részt ezeken a programokon. Az idén is így van ez, hogy a részönkormányzattal közösen szervezzük meg az alsósági tavaszi napokat. Ezen a két-három napos rendezvényen igyekszünk mindig minden korosztály számára kínálni szórakozási lehetőségeket, kulturális programokat. Az idei programnak a különlegességét az adja, hogy a fogadhajtó bajnoksággal, versennyel együtt szervezzük meg a programot. Azt gondolom, hogy ez a különleges sportesemény és a kulturális rendezvények sokassága kiegészítik és erősítik egymást. Az idei rendezvényt az időjárás is a kegyeibe fogadta. Verőfényes napsütés mellett élvezhették a programdömpinget az alsósági tagiskola udvarára érkező vendégek. A tánclánc forgatagában a Kemenes Aljai Művelődési Központ művészeti csoportjai léptek színpadra. A változatosság nem hiányzott a program programelemből, hiszen tömeget vonzott a mazsorát csoport előadása, de tapsözön fogadta a Kemenes Alja Néptánc csoport a Rocky Dilly akrobatikus rock and Roll formáció, valamint az Energy Dance Team csoport tagjait is. A piroska amatőr művészeti csoport egy kis nosztalgiát varázsolt a légkörbe, majd a kemenes sömjéni asszonykóros meglepetés műsorába csöppenhetett bele a közönség. Az alsósági tavaszi napok sok színűségét igazolja, hogy nem csupán a zene, hanem a gasztronómia is terítékre került a hétvégén. Az előző éveket felülmúlva idén 25 lelkes csapat ragadott fakan alatt, hogy a főzőversenyen bebizonyítsa konyhai jártasságát és a zsűri elé vigye a konyha művészet remekeit. A mulatság az esti órákban sem maradt el, a műzikelberkekbe Jós Viktória kalauzolta a hallgatóságot, végül a halmosi duó teremtett utcabáli hangulatot a táncos talpúak örömére. Az elmúlt évekhez hasonlóan vasárnap zenés áhítattal zárult a háromnapos programsorozat, mely méltó befejezése volt a jubileumi évét ünneplő alsósági tavaszi napoknak. A 20. alkalommal megrendezett alsósági tavaszi napok legnagyobb volumenű eseményét május 19-én szombaton délután tartották az alsósági sportcsarnok mögött kialakított pályán. A C kategóriás kettes fogathajtó verseny ezúttal is élénk érdeklődés mellett zajlott, és nagy sikert aratott a kilátogatók körében. Az alsósági tavaszi napok keretén belül immáron elérkeztünk a harmadik C kategóriás fogadhajtó bajnoksághoz, amelyre most már mondhatom így a hagyományok a szívem. Az alsósági tornacsarnok mögött kerül majd sor. Az idő nagyszerű, úgyhogy reméljük, hogy az akadályhajtás ismételten elnyeri majd a kilátogató érdeklődők figyelmét, szeretetét, érdeklődését és természetesen a tetszését. Itt mellettem egyébként holdfényt, illetve bolygót láthatjuk, ők is élvezik a jó időt, úgyhogy reméljük, hogy egy nagyszerű versenyt láthatunk. 14 fogat nevezett az idei alsósági C-kategóriás kettes fogathajtó versenyre, amely immáron a negyedik, az alsósági tavaszi napok keretén belül pedig a harmadik ilyen rendezvény volt a Sákegy lábánál. Ez részben annak is köszönhető, hogy az Országos Szövetség elégedett volt az eddigi versenyekkel igen elégedettek, teljesen tökéletesen, épp azért is engedélyezik uh, itt uh, Vas megyében, hogy egy szép színvonalas versenyt tudjunk rendezni. A C kategória az végig is azt jelenti, hogy egy napos akadályhajtás. Ezen belül még van a B kategória, az három napos verseny, és van az A kategória, ahol pedig nemzetközi világkupa fordulókon lesz lesznek részt a fogatosok. A C kategóriában egy napos a verseny, és egy számból az akadályhajtásból áll, mégpedig kétfordulós, úgynevezett egyszerű összevetéses rendszerben. Az akadályhajtás első fordulójának eredményének fordított sorrendje adja a második forduló indulási sorrendjét. Az első és második forduló eredményei összeadódnak, az így kapott sorrend első hat helyzetje vesz részt az összevetésben. A két fordulóban és az összevetésben szerzett hibapontok összeadódnak, azonos hibapontok esetén a jobb időeredmény dönt. Az eseményre a jó időnek is köszönhetően szép számú közönség látogatott ki, ez is igazolta a fogadhajtó verseny létjogosultságát a városunkban. Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy részt vehetek a megnyitóján ennek a versenynek. Nagy megtiszteltetésnek fogom majd érezni azt is, hogy a rendező kifia Rozmán Ferenc, akinek nagyon nagy érdemem ez a, ennek a versenynek a megrendezésre. Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy felkért a díjak átadására is. Az idei alsósági C kategóriás kettes fogadhajtó versenyen is láthattunk celdömöki résztvevőket. Balogh Zsolt maga biztos, szép hajtás mutatott be, külön díjban részesült. Az esemény főszervezője, Rozmán Ferenc, ezúttal versenyen kívül indult, úgynevezett szoktatóhajtással, egyes fogatával. Az utolsó 22. fordulót rendezték a múlt hétvégén az MB2-es női kézilabda bajnokságban. Amennyiben jól alakultak volna az eredmények, akár bajnoki címet is ünnepelhettek volna az idényben erőn felül teljesítő, celdömölki VSE vulkánfürdő játékosai, de egyvereség esetén akár az ezüstéremről is lemondhattak volna. A találkozó elején nagyon kevés gól esett, inkább a küzdelem dominált, amiből a vendégek jöttek ki jobban, így a 15. percben 5-3-ra vezettek. A hévízi előny a 20. percre szerte foszlott, a hazai jó védekezéseket jó támadások követték, ennek köszönhetően 7 7 hétre módosult az állás. Az első félidő utolsó perceiben könnyű gólokat szereztek a vendégek, és újra átvették a vezetést. A szünetben 11-10 volt az eredmény a hévízi a vára. A második játék rész hetedik percében sikerült egyenlíteni a hazaiaknak, az egyre figyelmetlenebb és fegyelmezetlenebb hévizi együttes ellen. Pár minutummal később már a cvs esénél volt az előny, ekkor 15-14-et mutatott az eredményjelző. Tovább folytatódott a hazaiak remeklése, mind támadásban, mind védekezésben, hisz a második félidő első 20 perce alatt mindössze 5 gólt kaptak, amire 10 góllal válaszoltak. Előnyük kezdett megnyugtatóvá válni. A lefújás előtt felváltva estek a gólok, a hazai győzelem már nem forgott veszélyben. Celdömöl kivélyese, vulkánfürdő, hívizeská, 24-20. Győzelmének köszönhetően ezüstérmes lett csapatunk a női MB2-es kézilabda bajnokságban, mindössze egy pontra maradtak le az aranyérmes haladás együttesétől. A későbbi ebben közéleti magazink vendége lesz Salamoné Csótár Adrián, az ezüstlányok vezetőedzője. A megyei labdarúgó bajnokság 26. fordulójában az utolsó előtti helyezett Pecöl együttesét látta vendégül a CVS-e. Az őszi mérkőzésen nagy rányú 8 0 győzelmet aratott csapatunk. A Pecöl elleni idegenbeli mérkőzésen szerzett 8 gól miatt a szurkolók többsége a hangyányival gyengébb tavaszi szereplés ellenére is magas elvárások közepette foglalta el helyét a nézőtérem. Az első játékrész úgy is kezdődött, ahogyan azt a hazai drukkerek szerették volna, Győri Gergely révén már a negyedik percben vezetéshez jutott a CVS-e. A celi öröm tovább fokozódott, amikor Hegyi László a 16. minutumban kettőre növelte előnyünket. Bár Nagy István kettő egyre szépített az első fél óra lejárt nem sokáig volt egy gól a két csapat közt a különbség, mert a 43. percben egy jobb oldali szöglet után a lecsorgó labda Enyingi Márk elé került, akinek lövése nyomán a labda a felső kapufáról a gólvonalon túra pattant. Ezzel három egyre vezetett a félidőben a cvs A második játék rész elején Györkös veszélyes szabadrugása jelezte, hogy további gólok várhatóak. A 49. percben Vánkos Balázs bődületes ballávas lövése után a labda a felső létről a gólvonalon túra kerül, hiába pattan ki onnan, a játékvezető asszisztens egyértelműen jelzi, hogy a gól érvényes. Két perccel később a Pecöl újra szépített, egy kontra után az első találat szerzője indította jobb oldalt Kovács Zoltánt, aki visszahúzta ballábára a labdát és a rövid felsőbe vágta azt. Újabb két minutommal később Győri Gergely megszerezte második találatát a mérkőzésen, Májer beadása után fejelt a vendégkapuba, ezzel már hét gólnál tart a tizedik meccsén. Pár perccel később Hegyi próbálkozott egy távoli lövéssel, ami majdnem megtréfálta a horvát Balást, a vendégek kapusát. Ezt követően sorozatos cserék következtek mindkét oldalon. A 70. percben a frissen beállt sebessény Roland ívelte be a labdát baloldalról, hibázott a peceli védelem, így vánkos Balázs üresen maradva, könnyedén szerezte meg második gólját a meccsen. A játékosunk továbbra is vezeti a házi gólövő listát 12 góllal. A 77. percben megfogyatkoztak a vendégek, Séfer Balázs kézzel ért bele a labdába a saját 16 belül, amiért Vas István játékvezetők kiállította és büntetőt ítélt. A higgat végrehajtó hegyi László volt, így ő is duplázni tudott. A csereként báló 17 éves Mógor Krisztián első felnőtt bajnoki mérkőzését játszotta és bemutatkozása álomszerűre sikeredett. A 84. percben vánkos átadását követően irgalmatlan gót lőtt a vendégek kapujába. A lefújás előtt egy les helyzetet követően nem figyeltek a celi védők, így Győri, Vánkos, Hegyi után egy vendégjátékos Kovács Zoltán is duplázni tudott. Ezzel beállítva a nem mindennapi 8-3-os végeredményt. A celdömölki vs továbbra is hat pontos előnyel vezeti a megy első osztályú labdarúgó bajnokságot. A 2011-2012-es tanév kézilabda diákolimpia országos elődöntőjét rendezték meg múlt pénteken a Városi Sportcsarnokban. A harmadik korcsoportos fiú küzdelmében Győri, Pécsi és Várpalotai ellenfele volt a hazai ötvös DS-ének. Az első mérkőzésen a Győri Arany János Általános Iskola csapatával vívott szoros csatát a kékmezes celdömölki együttes, de végül 23-19-es sikerült fellőkerekedniük az ellenfelükön. A második mérkőzést a Pécsi Városközponti Általános Iskola ellen játszották a hazaiak, akik az első félidőben remek játékkal nagyon meglepték ellenfelüket, és 8 gólos előnyre tettek szert. A második játék részben még egy góllal növelték a két csapat közti különbséget, így 29-19-re győzött a Celdömölki alakulat. Az ötfős DSE az utolsó mérkőzésén 25-18-ra verte a Várpalotai Nepomuki Katolikus Általános Iskola együttesét, ennek köszönhetően 100%-osan nyerték meg az országos elődöntőt. Ezzel a teljesítményével az ország legjobb 8 együttese közé küzdötte be magát a csapat, és méltó utódai a nagy elődöknek, ugyanis idén lesz 15 éve, hogy a Császár Gábor nevével fémjezett együttes diákolimpiai bajnok lett. Az országos döntőt 2012. június 17-e és 19-e között rendezik Hódmezővásárhelyen. A diákolimpiai elődöntő végeredménye első helyezett Celdömölki Városi Általános Iskola, második Győr Arany János Általános Iskola, harmadik Pécs Városközponti Általános Iskola, negyedik Várpalota Nepomuki Katolikus Általános Iskola. Hírmagazinunk véget ért, megköszönöm figyelmüket. Adásunkat a mai nap folyamán többször megismételjük. A TV műsorairól továbbra is képújságunk oldalain, illetve a képernyő alján futó információs csíkról értesülhetnek. Internetes honlapunkon a műsorrendünk mellett korábbi hírmagazinjainkat is megtekinthetik kedves nézőink. Én búcsúzom önöktől, a viszontlátásra!